Új komplexum, jó ütemben halad Nyíregyháza autóbusz telephelyének építése a Tiszavasvári út szomszédságában. Kiállok érted, az emberkereskedelem és a prostitúció veszélyeire hívja fel a figyelmet egy Nyíregyházán bemutatott különleges színházi darab. Háború képekben Paula Bronstein, a világ egyik vezető női fotóriporterének fotóiból nyílt kiállítása a Nyíregyházi Zrínyi gimnáziumban. Jó ütemben halad Nyíregyháza új autóbusz telephelyének építése a Tiszavasvári út szomszédságában. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket. Az új komplexumot azok a CNG és elektromos autóbuszok használják majd, amelyeket még 4 évvel ezelőtt szerzett be a város önkormányzata Európai Uniós forrásból. A javító csarnokkal és irodaépülettel is rendelkező telephely várhatóan jövő év márciusában készül el. 2018-ban szerezte be ezeket a sűrített földgázzal hajtott autóbuszokat Nyíregyháza önkormányzata. Működtetésükhöz a Tiszavasvári út mellett CNG töltőállomást is építettek. A kút melletti területen ezekben a hetekben is komoly építkezés zajlik. A városban közlekedő buszok számára építenek porta és irodaépülettel, valamint javító csarnokkal rendelkező telephelyet, melynek jelenlegi fázisát szerdán tekintette meg Kovács Ferenc polgármester és a projektet vezető Podlovics Roland alpolgármester. Ez a helyi közlekedésben szolgáltatott teljesítő összességében 82 darab autóbusznak a telephelyén állunk. A mögöttem van a javítócsarnok, amely amellett, hogy ugye a mindennapos működés szükséges, a takarítástól kezdve a szervizmunkáig lévő funkciókat tölti be, természetesen vizsgaközpontként is tud működni. Illetőleg a szociális blokk a dolgozók számára, és ez az egész épület, ez tulajdonképpen a helyi közlekedés kapacitására van tervezve, a szolgálja ki. Háttérben a bejárat felől a Tiszavasvári úttal párhuzamosan van egy kapu, egy fogadókapu, ahol beengedjük az autóbuszokat, ott irodaépület található és portaépület, illetőleg a parkolóplacok, amelyek itt a háta mögött találhatóak, mellette a CNG töltőállomás mögött egy dízel töltőállomás épül ki. Erre azért van szükség, mert a már beszerzett 41 gázüzemű autóbuszon kívül a többi városban közlekedő autóbusz gázolajjal működik. A megyeszékhely alpolgármestere elmondta, az új telephely megépítése két szempontból fontos. Ezáltal tehermentesíteni tudják a korányi úti parkolóudvart, a helyben működő töltőállomásokkal pedig jelentős költségeket tud megtakarítani a város. Alapvetően meghatározta, hogy hol legyen ez a telephely, hogy CNG töltőállomást, ugye ezt tudni kell, hogy nagy nyomáson, 200 báros nyomáson történik a CNG-be a hajtóanyag egy kompresszoron, hát egy rendszeren keresztül az autóbuszokba. Ehhez azonban 6 bár nyomású gázvezetékre van szükség, az pedig csak ezen a területen átrendelkezésre Nyíregyházán, úgyhogy a töltőállomást ide tudtuk létesíteni. Mint említettem, 18 óta szolgálatot teljesítenek az autóbuszok. Nagy részt egyébként a Forda szervezést úgy alakítottuk ki, hogy abban a napközbeni pihenőidőkben történő tankolás lehetősége biztosította, de nyilvánvalóan vannak olyan időszakok, főleg a hétvégi időszakok ezek, amikor viszont a napi töltés okán a CNG buszoknak ki kell jönni ide a Tiszavasvári útra. Ez a jelenlegi telephelyhez képest nyilván egy rezsi kilométer többet futást eredményez, amelyet, hogyha majd kiköltöznek ide, akkor azt nyilvánvalóan meg tudjuk takarítani. A 4 évvel ezelőtti buszok beszerzésével, a töltőállomás építésével és az épülő telephelyel a projekt összköltsége meghaladja a 8 milliárd forintot. A fejlesztés a tervek szerint 2023. márciusában fejeződik be. Újabb telefonos csalók jelentek meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevében azzal hívják fel a gyanútlan ügyfeleket, hogy rezsitartozásuk van, és ennek rendezése érdekében adják meg személyes adataikat. Az is előfordult, hogy pénzt kértek. A Nemzeti Adó és Vámhivatal arra hívja fel a figyelmet, hogy munkatársaik semmilyen esetben sem kérnek pénzt vagy adatokat telefonon, ráadásul a rezsitartozás behajtása sem az ő feladatuk. Ha valakinek valamilyen adótartozása van nyilvántartva a NAV-nál, és esetleg oda kerül a sor, hogy valamilyen végrehajtási cselekményt hajt végre a vállalkozásával kapcsolatban a NAV, akkor minden esetben előzetesen felhívja az adózó figyelmét egy levélben vagy egy értesítésben arra, hogy rendezze az adótartozását.
ha mégis olyan cselekmény lenne szükséges, aminél a kollégáink meg kell, hogy jelenjenek, akkor minden esetben igazolni fogják szolgálati igazolványukkal magukat, és nem fognak telefonon, illetve becsengetve adatokat kérni az adózóinktól. Amire még továbbá fontos felhívni a figyelmet, hogy a NAV soha nem foglalkozik rezsibehajtással, sem a gáz, sem a vízdíj elmaradása esetén nem a NAV fogja behajtani a tartozást. Az emberkereskedelem és a prostitúció veszélyeire hívja fel a figyelmét az állami gondoskodásban élőknek, valamint rendőröknek és ügyészeknek egy különleges színházi darab. A Kiállok érted című alkotást csütörtökön Nyíregyházán is bemutatták. Azért is esett a választás a szabolcsi megyeszékhelyre, mert ebben a megyében nagyon sok fiatal lány esik a bűnbandáknak áldozatul. Na jó, indulás! A darab egy Nyíregyházáról Budapestre induló Intercity járaton játszódik. Alexandra vagyok, 17 éves. Az egész itt kezdődött tavaly a nyíregyi pályaudvaron. Egy idősebb barátnőmmel szálltam fel az IC-re, a Kittivel. Előtte egy szobában laktunk az otthonba, de ő lelépett. Aztán, mikor 16 voltam, visszajött értem. Azt mondta, segít. Kihúz retekből. Egy percet nem gondolkodtam. Kiszoktam az otthonból, hogy menjek vele Hollandiába. Azt mondta, hogy a faszia bevisz minket egy ilyen puccos, elit diszkóba pultozni. Aztán persze semmi sem úgy történik, ahogy előre tervezték. A pultos munkából prostitúció lesz, mondja a darab főszereplője. Elképesztően erős ereje van, egyrészt azért, mert nagyon autentikus, tehát tényleg egy évig kutattuk a témát, szakemberekkel dolgoztunk együtt, és a gyerekek azt érzik, hogy nekik szól, és nagyon róluk szól ez a történet. Rengeteg pontjához tudnak kapcsolódni, nagyon sokan átéltek már hasonlókat. Figyelünk arra, hogy ne legyen újra traumatizálódás, tehát bevonjuk pszichológusokat, hogy kik azok, akik részt vehetnek az előadáson, és utána minden esetben van egy feldolgozó foglalkozás, ahol vizsgáljuk ezeket a például kilépési pontokat, amikre érdemes nekik odafigyelni. Mindig a ti fajtátokkal van a baj. Ti fajtátom, nem, meg lopok is, nem, meg soptam, nem? Nem, mert már fel a hangot kicsi szívem, mert szólok a biztonságjának, azok úgy leraknak téged, hogy csak nézd. Igen, mert hozzá aztán lehajítom. Mondom, le lehet szállni. Hogy itt van a jegyünk az anyád úristeni, tehát kiszolgál. Hogy beszélsz velem, mi? Az előadást a rendőrség is támogatja. Az ORFK bűnmegelőzési osztályvezetője azt mondta, Nyíregyházán még szomorúbb apropója van a bemutatónak. Amsterdamban azt mondják, hogy van olyan utca, hogy Nyíregyház utcának hívnak, mert hogy a nyírség és az ország keleti részéből érkezett prostituáltak élnek, dolgoznak ott. Én ezt kifejezetten a holland nagykövet mondta egy hónappal ezelőtti emberkereskedelemmel kapcsolatos akció keretében, említette ezt meg. Azt kell mondanom, hogy azért harcolunk és azért dolgozunk, hogy ne legyenek ezek a sztereotípiák. Mert az egész országot is negatívabban képben festeti ez fel, hogyha vannak olyan emberek, akik elmennek Európa különböző részeiben prostitúcióra, és nem önszántukból, hanem kereskedelem áldozatában beszervezik őket, és kerülnek olyan helyzetbe, amelyik számukra is megalázó, és egyáltalán tulajdonképpen ebben kell segítenünk, hogy ennek a bűncselekménynek ne legyenek áldozatai, és dolgoznunk kell, hogy felismerjük azt, hogy kik az elkövetők. Tehát ezeket az embereket is ki kell szűrni a társadalomból. Ez volt a 90. bemutatója a Kávé Társulat és a Láthatáron csoport előadásának. A darab után drámapedagógiai foglalkozást is tartottak a résztvevő fiataloknak. Ebben a hónapban a Magyar Író Rezidencia vendége Nyíregyházán Horváth Viktor író, műfordító, aki 2012-ben elnyerte az Európai Unió Irodalmi Díját. A szerző legújabb munkájának műhely titkaiba avatta be az érdeklődőket a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban szervezett közönség találkozón. 150 méterre lehettek tőlem, de kárt volt, tényleg csak lépések. Horváth Viktor saját könyvéből felolvasott részletével indult a Magyar Író Rezidencia nyíregyházi vendégének közönség találkozója.
A Magyar Író Rezidencia programot közel egy éve indította a Petőfi Irodalmi Ügynökség, és jelenleg 8 kulturális értékekben gazdag városban, illetve településen működik, köztük Nyíregyházán. A program célja, hogy a hazai és határon túli szerzők számára ideális munkakörnyezetet teremtsenek, emellett pedig élénkítsék a kulturális turizmust és erősítsék az irodalmi kapcsolati hálókat. Horváth Viktor író műfordító Pécsről érkezett, ahol az író rezidenciájéhoz hasonló vendégfogadásnak már régebben kialakult hagyománya van. Ez egy kulturális misszió a kulturális kormányzatoktól. Nagyon jó, hogy a magyarok is rájöttek erre, és ez most már úgy látom országos program. Ami az én viszonyomat illeti Nyíregyházához, amikor megtudtam, hogy jöhetek most ősszel, akkor több választási lehetőségem volt. Én választottam Nyíregyházát, nem kijelölték, mert itt még soha nem voltam. Nem vagyok mai gyerek, 60 éves vagyok, de annyira kiesett az útvonalaimból, akár külföldre mentem, akár országon belül, hogy ez az egyetlen magyar jelentős város, ahol nem voltam még, és kíváncsi voltam. A közönség találkozón az érdeklődők megismerkedhettek John Milton 17. századi angol költő nagyhatású eposzának az Elveszett paradicsom kulturális hátterével. Horváth Viktor azt mondta, a könyv rendkívül fontos szerepet játszott a kor életében, ezzel is magyarázható, hogy míg egyesek nyilvánosan elégették, addig mások számára megkerülhetetlen kiindulási pontot jelentett. Úgy képzeljük akkor ezt el, a nyomtatást és a könyvkiadást, ami akkor viszonylag friss volt, korabeli csúcstechnológia, és még mindig forradalmi, mint ahogy a mai korunkban forradalmi és a kulturális életnek integráló eleme az informatikai univerzum, az internet. Ez most mindent visz, és mindent magába olvaszt. Tehát már az irodalom is interneten jelenik meg, a zene, a színház, a film, az építészet, a táncművészet. Mindent ez a közeg szippantott magába. Na Milton korában ez a nyomtatás, meg a könyvek voltak. Milton Elveszett paradicsom című művének népszerűsége a 18. századra már túlnőtt Anglia keretein, miután lefordították az európai nyelvekre, később pedig világszerte, mondta Horváth Viktor, aki szerint a 19. században aki csak olvasni tudott, ismerte Milton művét. Magyarországon 120 évvel ezelőtt jelent meg az első magyar fordítás, de a művészekre és írókra már a magyar fordítás megjelenése előtt is jelentős hatást gyakorolt. Olyan módon hatotta át az egész irodalmat, az irodalom érzékelést, hogy meghatározta művek sorsát, amelyek máig érvényesek számunkra. Meg még azok is meghatároztak olyan műveket, amelyek máig érvényesek számunkra. Igen, a legkirívóbb, tehát a legerősebben látható példája ennek az ember tragédiája, ami egy színpadra alkalmazott változata az Elveszett paradicsomnak. Horváth Viktor azt is elmesélte a közönségnek, hogy a mű újrafordítása során nem csak az eredeti költői nyelv ritmikáját nehéz visszaadni, de a mű tudományos hátterének feltárása is kihívást jelent, ezért a szerző folyamatosan együtt dolgozik egy tudományos munkatárssal, aki nem más, mint Péti Miklós, Milton kutató irodalomtörténész. Az eseményen részt vett Nikolaj Bojkov, bolgár író, műfordító is, aki a debreceni író rezidenciájáról utazott át a találkozó. Paula Bronstein a világ egyik vezető női fotóriporterének fotóiból nyílt kiállítás a Nyíregyházi Zrínyi gimnáziumban. Az ukrajnai háború borzalmai testközelből megmutató tárlat célja, hogy a politikai és gazdasági kérdések mellett felhívja a figyelmet a háború személyes tragédiáira. A vándorkiállítás válogatott képei Magyarországon Budapest után második helyszínként kerültek bemutatásra az Zrínyiben. Ukrán zászlóval letakart koporsó, rommá bombázott lakótelepek a szivárványos égbolt alatt, aluljárókba költözött civilek, és még számos hasonló valós eseményt ábrázoló fotó látható a Zrínyi gimnázium kiállító terében Nyíregyházán. A megrázó erejű fényképek mögött álló Paula Bronstein több mint 30 éve kíséri figyelemmel a világ különböző konfliktus zónáit, ezúttal az Ukrajnában zajló háborús eseményeket hozta test közelbe.
A tárlatot elsőként Magyarországon a budapesti House of Lucy galéria mutatta be. Lázár István művelődés szervező közreműködésével került a nyíregyházi gimnáziumba, ahol a Zig galériában a tanév során különböző tematikájú kiállításoknak adnak otthont. Én azt gondolom, hogy az anyag összességében küld egy üzenetet, hogy mivé is jutunk, hogyha háború áldozataivá válunk, és sajnos ugye olyan közegben élünk, amikor teljes képtelenségnek tűnt még egy éve az, hogy itt a szomszédban háború zajlik. Most részben a márciusi menekült kérdés kapcsán, vagy nálunk is tanulnak például Ukrajnából áttelepült tanulók, életközelbe került sajnos ez a háború. Az igazgató elmondta, hogy az iskola művészet tanára is részt vett a fotók kiválogatásában, akivel ügyeltek arra, hogy a halál a maga keresetlen valóságában közvetlenül ne jelenjen meg a képeken, mivel nem sokkolni akarták a diákokat, hanem érzékenyíteni. Ez egy világvándor kiállítás, Távol-Keleten is járt már, és az a megtiszteltetés ért minket, a gimnáziumunkat, hogy Magyarországon még csak egy helyen volt látható ez a tárlat, a budapesti Lucy galériában, és tőlük kaptuk meg ezt a hatalmas anyagot, aminek itt csak a töredéke látszik, és próbáltuk pár kollégámmal pedagógus szemmel tekinteni a válogatás során a képeket, mert tényleg nem a megrettentés volt a cél, mert nagyon erős képek és sajtófotók vannak ebben az anyagban. Próbáltuk a gyerekeket bemutatni, a kisebb gyerekeket, a családokat, a katonák életét és a minket körülvevő környezetet, és azt hiszem, hogy így elrettentés nélkül, de mégis átjön a háború borzalmainak a hatása, és minden gyerek egy kicsit megáll szünetben, és elgondolkodik rajta, hogy mi is folyik körülöttünk. A diákok számára megdöbbentő volt szembesülni azzal, hogy a civilek közül a gyerekeket és az időseket érintik leginkább a háború borzalmai. Számomra a legmegérintőbbek az idősek voltak, mert nagyon fontos, hogy igazából ne csak politikai szemmel nézzük ezt az egész történést, hanem emberi szemmel, és így a képek kiszűrik azt, ami számomra fontos, hogy az emberek, és főleg az idősek, a gyerekek, a legérintettebb korosztály hogyan éli meg ezeket a háborús napokat. Számomra a legmeghökkentőbb kép az egy kisfiú volt, akinek be volt kötve a feje, és nagyon jó volt betekintést nyerni arról, hogy mi is folyik körülöttünk, és szerintem mindenkinek el kell gondolkozni azon, hogy ezeken az embereken segíteni kell, és minél jobban támogatni őket. Paula Bronstein Ukrajna a háború következményei című vándorkiállításának válogatott fotói november 14-éig tekinthetők meg a Zrínyi Ilona gimnáziumban. Tovább jutott a Magyar Kupában a kisvárdai futballcsapat. Török László együttes az MB2-es Moson Magyaróvár otthonában lépett pályára, és 3-0-ás győzelemmel lépett a következő körbe. Nem sikerült ez a Nyíregyháza Spartakusznak, amely az MB1-es Vasastól elszenvedett 2-1-es vereséggel búcsúzott a sorozattól. A hétvégén rajtol a bajnokság a női röplabda extra ligában, a Fátum Nyíregyháza szerdán szurkolói ankénttal egybekötött nyílt edzésen mutatta be a szakmai stábot és a csapatot. A görög Leonidas Gaitanakis által irányított együttes szombaton Székesfehérváron az újonc MÁV Előre ellen lép pályára. A játékosok, a vezetők és a szakmai stáb tagjai a pálya szélén, a szurkolók a lelátón. Akár ismerkedési esnek is nevezhetnénk a Fátum Nyíregyháza szerda esti nyílt edzéssel egybekötött szurkolói ankétját, mivel alaposan kicserélődött a sokszoros bajnok játékos kerete. A magyar röplabdázókon kívül 7 nemzet képviselői igyekeznek majd mindent megtenni azért, hogy az előző, gyengébbre sikerült szezon után ismét az élcsapatok között jegyezzék a Nyíregyházát. Én azt gondolom, hogy kihoztuk a maximumot abból, amit terveztünk. Nagyon komoly munka van mögöttünk, a szakmai stáb mögött, az új vezetőedző mögött, hiszen vele kellett először megismerkedni, hiszen a vezetőedző személye is változott. Nem csak a gazdasági helyzetre kellett már akkor reagálni, hiszen akkor is azért volt előszele annak, amit most élünk, hanem arra is kellett reagálni, hogy azokat az eredményeket nem hoztatta a csapat, amit mind a közönség, mind a szponzorok, mind a szakmai stáb elvárt tőle. Ezért több helyen változtattunk, voltak játékosok, akikkel nem voltunk maradéktalanul elégedettek, úgyhogy
nagyon komoly vérfrissítésen átalakult ez a gárda. Nagyon sok fiatal játékos érkezett, nagyon sok nációból érkezett, úgymond légiós, de sokan válogatottból jöttek gyakorlatilag egyből ide, úgyhogy egy jó pedigrével érkező csapat, egy kellően fiatal, de tűzdelve magyar tapasztalt játékosokkal, úgyhogy bízom benne, hogy sikeresek lehetünk idén. A görög vezetőedző szerint csak az utolsó két hétben tudtak olyan munkát végezni, amelyet az egész felkészülés alatt szeretett volna látni. First of all, we had a lot of difficulties. Azt kell, hogy nagyon sok nehézséggel kellett megküzdenünk már itt az előszezon során. Voltak sérüléseink, ugye azok a válogatottból visszatérő játékosok csak később csatlakoztak, bár ezt tudtuk előre is, egy kicsit foghíjas kerettel kezdtük a felkészülést. Azt a munkát nagyságrendileg el tudtuk végezni, amit én gondoltam, és az utolsó két héten már teljes kerettel készülve egy olyan arcát mutatta a csapat, amit én is szeretnék látni, úgyhogy azt gondolom, hogy ebből az utolsó két hétből kell táplálkoznunk. Tóth Fruzsina válogatottbeli elfoglaltsága miatt később csatlakozott társaihoz. A csapatkapitány bizakodva várja a bajnoki rajtot. Kicsit késve érkeztem meg a csapathoz, de úgy gondolom, hogy nagyon jól be tudtam csatlakozni a keretbe. Úgy gondolom, hogy egy nagyon fiatal társaság van itt, akik nagyon motiváltak, és minden meccsen az a cél, hogy a legjobbat hozzák ki magukból, és megmutassák azt, hogy mire is képesek. A Fátum Nyíregyháza szombaton Székesfehérváron az újonc MÁV előre ellen kezdi a bajnoki szereplését. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Jó ütemben halad Nyíregyháza új autóbusz telephelyének építése a Tiszavasvári út szomszédságában. Az új komplexumot azok a CNG és elektromos autóbuszok használják majd, amelyeket még 4 évvel ezelőtt szerzett be a város önkormányzata Európai Uniós forrásból. A javító csarnokkal és irodaépülettel is rendelkező telephely várhatóan jövő év márciusában készül el. Az emberkereskedelem és a prostitúció veszélyeire hívja fel a figyelmét az állami gondoskodásban élőknek, valamint rendőröknek és ügyészeknek egy különleges színházi darab. A Kiállok értett című alkotást csütörtökön Nyíregyházán is bemutatták. Azért is esett a választás a szabolcsi megyeszékhelyre, mert ebben a megyében nagyon sok fiatal lány esik a bűnbandáknak áldozatul. Paula Bronstein a világ egyik vezető női fotóriporterének fotóiból nyílt kiállítása a Nyíregyházi Zrínyi gimnáziumban. Az ukrajnai háború borzalmait testközelből megmutató tárlat célja, hogy a politikai és gazdasági kérdések mellett felhívja a figyelmet a háború személyes tragédiáira. A vándor kiállítás válogatott képei Magyarországon Budapest után második helyszínként kerültek bemutatásra a Zrínyiben. Október 20-án csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, jön az időjárás jelentés, friss hírekkel pedig holnap este is várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Pénteken szűrt napsütésre számíthatunk, majd a nap második felében már meg is vastagszik a felhőzet. Csapadéknak még kicsi az esélye. A csúcshőmérséklet 12 és 19 fok között várható.